22. alkalommal tartották meg a Tolna vármegyei polgárőrnapot 18 év elteltével újra Iregszemcsén. A vármegyéből 40 településről jöttek el a polgárőr csapatok, hogy jelenlétükkel erősítsék és összekovácsolják ezt a mozgalmat, melynek célja a közösségépítés és szakmai tapasztalatok cseréje. Többek között táncos fellépéseket is bemutattak a meghívottaknak és érdeklődőknek egyaránt, valamint rendőrkutya bemutatóval is gazdagodott a program. Nem utolsó sorban drónnal is megismerkedhettek a résztvevők. Ez a kicsihez biztosítás se kell. Viszont ugyanúgy regisztrálni. Páradi Balázs elnök úr megkeresett, hogy ismételten Iregszemcsén szeretnék megrendezni a polgárőr találkozót. Természetesen az első megkeresésre igent mondtam, felajánlottam neki, hogy van egy teljesen új rendezvényterünk, amit nemrég alakítottunk ki, és megmutattam neki, nagyon-nagyon tetszett a helyszín, úgyhogy elkezdődtek a tárgyalások, elkezdtek a beszélgetések, és mindannyian együtt toljuk azt a bizonyos szekeret, ez itt az a rendezvény létre is jött, hála Istennek. Igazából az én részem az, hogy minél több emberhez eljusson a polgárőrségnek a munkássága, a felelőssége, a haszna, hiszen azért legyünk őszinték, hogy a polgárőrségnek azon felül, hogy a közbiztonságot meg kell erősíteni, azért van egy közösségformáló helyre is, ami minden településnek nagyon-nagyon szüksége van. Tele vagyunk programok, hogy helyi civil szervezetek is fel fognak lépni az ünnepélyes mennyitő után, illetve rendőrségi bemutató, tűzoltó bemutató, habparti, lövészet, szóval mindenki megtalálhatja a magának kedves programot Iregszemcsén a mai nap folyamán. Az eseményt nagy odafigyeléssel szervezték meg, és sokan vettek részt rajta. Több évtizedes hadomány, a 22. találkozónk ez. Egy kimaradásunk volt gazdasági okok miatt, de úgy döntöttünk, hogy a megyének a polgárőrei itt ezen az egy napon tudnak találkozni, eszmét cserélni, barátkozni, főzni, különböző versenyeink lesznek, és úgy gondoltuk, hogy legyen. Iregszemcse már rendezte valamikor ezt, ugye, tizen pár évvel ezelőtt, nem tudok pontos adatot mondani, és úgy gondoltuk, hogy megint elhozzuk ide, a polgármesteri hivatal az teljes partner
velünk, mert gyakorlatilag a területet, a villanyáramot, és jó pár dolgot ő biztosított. Szép helyen vagyunk, jó az idő, szerintem minden megvan ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. 40 település polgárőrei jöttek el, körülbelül aki jelentkező volt az 500, de általában többen szoktak jönni, tehát 550, és meghívott vendégeink vannak, tehát olyan 600-650-es létszámmal leszünk ma itt. Nagyon sok munkával jár egyébként, ez egy több hónappal már elkezdtük szervezni. Magát a helyet, a helynek a rendbetételét, a főzést, a büfét, a légvárat, mindenféle ilyesmi, ez hónapos, több hónapos munka, több ember, több hónapos munkája. És hát itt is, mint minden rendezvényen, van egy nagyobb tím, aki aztán most élesbe itt mindent csinál. Tehát a főzést kint a kollégák parkoltatnak, hiába van polgárőrnap, a polgárőrök parkoltatnak, de besegít a rendőrség is a forgalomirányításban. Nagyon sok támogatója volt ennek a napnak. Pár önkormányzat támogatta, magánszemélyek is támogatták, illetve vállalkozók, de nyilván nekünk erre van egy keretünk, a pénzügyi terv mindig úgy van összerakva, hogy egy rendezvény, de egy bizonyos összeget félrerakunk, és amikor még kapunk hozzá a támogatást, nyilván annak megörülünk, meg is köszönjük. Túrós András fontosnak tartja, hogy minél tovább megmaradjon ez a mozgalom. Országosan is hagyománya van annak, hogy évente általában a szövetségek tartanak egy polgárőrnapot, amelynek nyilvánvalóan több célja van. Az egyik célja a közösségépítés, hogy találkozzanak a polgárőrök egymással. Másrészt lehetőség van egy kis tapasztalatcserére, szakmai tapasztalatcserére, hiszen már most látom, hogy beszélgetnek és kiterülik a tapasztalatokat. Harmadrészt pedig nyilvánvalóan ez a szórakozás, a barátkozásnak is a lehetősége, és hát összességében nagyon fontosnak gondolom, hogy mindenütt legyenek ilyen találkozók. Másrészt pedig kicsit reklám és hírverés polgárőrségnek, hogy létezünk, működünk, és hát tulajdonképpen egy ilyen közbiztonsági reklám is, amit teszünk a polgárőrnapokon. Hát ugye a polgárőrségnek nem csak jelene, hanem jövője is van. Az biztosan látható, hogy, és ezek nem nagy szavak, hogy polgárőrség nélkül nincs közbiztonság Magyarországon, bűnmegelőzés meg különösen nincs, mert a civil bűnmegelőzés az felértékelődött Magyarországon különösen, világban kevésbé, és nem véletlen egyébként, hogy mi etalon vagyunk, példa vagyunk Európában is, és erre mondják azt, hogy ez egy magyar hungarikum, illetve hát tulajdonképpen egy nemzeti kincs és a polgárőrség. Ugye most jelenleg 67 ezer tagja van a polgárőrségnek. A jövőben arra törekszünk, hogy minőségi létszámunk legyen, olyan létszáma, olyan tagsága legyen a polgárőrségnek, akik aktívak és szolgálatot is tudnak ellátni, mert hát sajnos magas a korfája a polgárőrségnek, és egyre több fiatal kellene, amely most általában nehézséget okoz. Üzenetet fogunk küldeni Tolna vármegye lakosságának, hogy a tolnai polgárőrökre számíthatnak, és hát mindent el fognak követni, hogy ebben a megyében továbbra is kiemelkedően jó közbiztonság legyen. Az eseményen elismerték a polgárőrök lelkiismeretes munkáját, akik szabadidejüket feláldozva őrzik az emberek biztonságát. Kitüntető díjakat adtak át az önkénteseknek a rendezvényen. Nulla nem és nulla tartózkodás mellett Széles János urat munkájának elismeréséül aranygyűrű emléktárgyal jutalmazza a Tolna vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége. Egy nagy tapsot kérünk szépen Jánosnak! Ez egy nagyon kellemes meglepetés volt, mert általában az ilyen elismeréseket egy közgyűlésen szokták átadni. Én említettem is itt az expozémba, amikor tisztújító közgyűlésünk volt, tehát Váradi Balázs elnök úr lett az új megyei polgári szövetség elnöke, akkor az ott lévő tagság 100%-ba tett javaslatot arra, hogy a leköszönő elnök, nevezetesen én, mint Széles János, a 24 évre való tekintettel, mint elnök, javasoltak és elfogadásra került egy aranygyűrű átadására való javaslat, illetve hogy kapjak egy aranygyűrűt. És ennek most egy nevezetes alkalommal vagyunk részese, hogy
tényleg meglepetés volt, mert a jelenlegi elnök úr, tehát Váradi Balázs megyei elnök úr, illetve Túrós elnök úr sem jelezték, hogy na most lesz az, hogy... És akkor szerényen ide félrehúzódva, hát a meglepetés ereje az hatott. Sokan főztek, és lelkesen mesélték közben azt is, hogy mióta tagjai az egyesületnek. Ez egy vegyes pörkölt, ami köröm, csülök és lakockával fog készülni. Még nincs egészen kész, de hamarosan. A zombáról jöttünk, és hát én most már 5 éve vagyok az elnök, de 25 éve működik a polgárőrség, úgyhogy elég régóta benne vagyunk ebbe a közösségbe, és nagyon élvezzük, nagyon jó. Meg hát a falu is úgy áll hozzá, hogy kell ez a polgárőrség, mert hát azért azóta, hál' Istennek, nem volt semmilyen olyan rendezvény, vagy olyan, ami nem vettünk volna részt, és ez nekünk, hogy mondjam, felemelő érzés. Igaz, hogy a szabadidőnkből megy el, de azért csináljuk, hogy a falunak jó legyen. Van egy 2-3 fiatal, aki érdeklődött, ami a következő gyűlésen tagfelvételre kerül, úgyhogy és hála Istennek, hogy a fiatalok érdeklődnek utána, úgyhogy ebből a szempontból nagyon örülünk neki, mint mi idősebbek, hogy van fiatal is, és érdekli a dolog őket, hogy tovább tudjuk ezt adni a fiataloknak. Mindenki pozitív élményekben részesült a polgárőr találkozón. Az egyesületek tagjai szeretnék még egységesen nagyon sokáig őrizni, és megtartani ennek a varázsát.